Wittmer pedig igen jó futamot ment. Kolonis Gyuri nagyon biztatóan evezett. Wittmer húz nagyokat mellette, és húz el is tőle egy kicsit. Középüt rettentő erősen kezdett, viszont Knyazovicki, ő az a fehér hajó, ő az, akit most itten látunk a képből kimenni. Kolonis Gyuri közben lassan fölzárkózik Wittmer mellé, Balszeiro is szokásához képest elősen kezdett fönn a kettes pályán, de egyik se annyira, mint középüt mondom Knyazovicki, és itt alul az ukrán Slivinski. Egyik sem piskóta menő, mindkettő veszedelmesen, jó és bármikor lehet dobogós is akár. Közben Knyazovicki mellé, fölötte egyel, Opáljov is piros kendőjében, de ott van Kolonis Gyuri. Kolonis Gyuri igen jól tartja magát, bár Knyazovicki még vezet, a helyére esélyesek között Kolonis Gyuri nagyon jól ott tart. Wittmer nem annyira, de nagyon nagy a hajrája. Opáljov a második, és Kolonis a harmadik e pillanatban, féltávhoz közelítve. Még nem írták fel a részeredményeket, Knyazovickire közelít, és egyre jobban közelít. Opáljov lent változatlan jó Slivinski, és Kolonis Gyuri még mindig Wittmer előtt tartja magát. Ott megy ki a képből, jó félhajó hosszat mondanék Kolonis Gyuri a harmadik helyen, de Wittmere közelít hozzá, és egyre jobban csatlakozik. Opáljovra is rámennek, Knyazovicki még mindig vezet, és most már lehet tudni, hogy a sorrend Knyazovicki, Opáljov, Slivinski, Kolonis volt 250-nél. Opáljov rákapcsol, de Kolonis remekül jön, tart Opáljovval. Most már Knyazovickit mind a ketten megelőzték, Gyurikám, próbálj valamit, hát ha le lehet Opáljovot hajrázni, és Gyuri jön, és Gyuri közelíti, és Gyuri egyre jobban közelíti Opáljovot, tud-e még rátenni, mert kéne, még kéne centiméterek, de kellenének. Kolonis Gyuri most már 6 centiméterekkel is úgy tűnik nekem, hogy vezet. Gyurikám, 20 méter sincs hátra. Gyuri vezet, és már fél hajó hossz az előnye. Meg tudja nyerni. Higgyék el, ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok. Na hát ez az. Hát ez az. Ezt próbáltam magamnak inkább meggyőzésül súgni, ha ennyire rosszul kezdődött nekünk, talán a folytatás is meglepő lesz. Hát itt közben beborult valaki a vízbe, azt hiszem éppen Knyazovicki az. Kolonis Gyuri, ez a csöndes, halkszagú fiú, akit mondjuk meg, hogy egy kicsit leírt a szakma. Egy kicsit azt mondták, hogy hát jó van, hát csodálatos pályafutás. Micsoda boldogság ez ott a parton a magyarok. Hát én ezt el nem tudtam volna képzelni. Mekkora versenyző, mekkora csodálatos nagy versenyző. Hiszen már azért igazándiból senki nem hitt abban, hogy ez a gyerek, ez győzni tud. Hogy ez a fiú ennyi nagy siker után, amikor szétvált a párosuk, és oly nehezen, hát az utolsó pillanatban majdnem, hogy a repülőgép szárnyát kapta el, annyira a szétlövése után, 500-on bejutott, nem tudta eldönteni, hogy párosba menjen-e, próbálkozott Hoffmann Ervinnel, de egyáltalán valahogy úgy nézett ki, hogy ki tudja, érdemese még erőltetni. Hogy micsoda csodálatos versenyt csinált ebből, hogy ennek a sok évnek ez a rengeteg tapasztalata, hogy érvényesült ezen az undorítóan szeles pályán. Na hát, ez csoda volt, ez csoda, és ez az olimpia, mindig ezt mondják, vannak abszolút esélyesek, a szívem megszakad Vereckei Ákosért. Tényleg megszakadt. Hát ez a fiú annyival jobb a többinél, hogy nem is hiszik. Ami itt nem nyert bizonyítást, mert egyszerűen irreálisak a viszonyok. És akkor jön egy ekkora verseny. Most lehetett lemérni. Most aztán mindennél jobban, hogy micsoda csodálatos nagy versenyző ez a fiú. Tényleg. Aztán láthattátok, hogy nyakukba zúdult az egész kajak válogatott. Azt mondta, hogy végig figyelt arra, hogy itt ebben a szélben tulajdonképpen sokkal hosszabb a pálya, mint az eredetileg kiírt. Tehát az, hogy itt 20 másodperccel tovább kell evezni, az majdnem annyit jelent, mint hogy egy 600 méteres pályán eveznének.
és ő ezért pontosan, nagyon lassan kezdett, és fokozatosan jött föl, és ő végig aztán itt a hajrában már úgy érezte, hogy nem lehet semmi baj. Szántó Csaba, aki korábbi magyar kenus és most a Nemzetközi Szövetségben dolgozik, mondta azt el, hogy pont a Gyuri stílusának feküdt ez az időjárás, azért, mert a szembeszél miatt ő nagyon alacsonyan hajol le a vízre, és ott húz, és nagyokat húz, és ezért ez neki kedvező volt, és Holman győzelmének is az okát is abban látja, hogy, hogy az 1000 méteresek, tehát az állóképes versenyzőké ez a mai délután, nem pedig a sprintereké, annak ellenére, hogy sprinttávról van szó. Na hát akkor... A legelején több emberrel beszélgettünk, és azt mondták, hogy hát Koló, talán Koló. Te is így gondoltad? Hát jó, hogy nem, velem nem beszélgettek, mert nem bíztam magamban, de eléggé az nagyon nagy cél volt, bárcsak is borulhatott volna akár. Hát észre kellett versenyzni, beosztani az erőt, csak hát hozzá kell tenni, nekem a technikám is olyan, amilyen szembeszélve elég jó. Nem állok úgy föl, mint ahogy tanítják a klasszikus kenuzást, ami belehasonlok, és ugye nem kap elém a szél. Próbáltam azt csinálni, hogy merüljem az elején a puskaport, és ez be is jött. Egyetemi terveztük, mert jó volt a szohányi. Ilyen még úgy sem volt, hogy egymás után hirdetik az eredményt szinte percnyi pontossággal, amint az egyik véget ért, következik a második. Tehát nem úgy, hogy két-két szám után nagy várakozást követően, hanem most szépen sorjába. Három arannyal és az ezüstéremmel jönnek a dobogóhoz a mieink. Elsőnek Kolonics Gyuri. Les médailles seront remises par monsieur Vladimir Tchernouchak, membre du Comité international olympique en Slovaquie, accompagné de monsieur Otto Bonn, secrétaire général de la Fédération internationale de canoë. The medals will be presented by Mr. Vladimir Csernyushak, IOC ugye, member in Slovakia, kettes, accompanied by Mr. Otto Bonn, Secretary General of the International Canoe Federation. Champion olympique. De ha visszamegyünk az időben, 93-ból származnak Kolonics Gyuri nagy eredményei, onnantól számítva. Kopenhágában, a világbajnokságon, ezüstéren. Aztán ugyanott Horváth Csabával, világbajnoki aranyérem. Aztán Duisburgban, két arany, mindkét távon. Aztán Dartmouthban, 97-ben, egy arany, egy ezüst, még mindig Horváth Csabával. Szegeden, otthon, egy világbajnoki arany. És Milánó volt valamelyest a fordulóponttal két negyedik hely. Ez Kolonics Gyuri eredménylistája mostanig, és amikor már csöndben arról beszéltünk, hogy hát hiába még a legszebb hajó osztályban, a Kenu 1-esben. És akkor most a himnusz, ma itt először. Tulajdonképpen valami